Szilágyi Özsébet levelét megírtam. Szerelmes könnyével azt is telesírtam. Majza Janna a 6. osztályos tanuló versével kezdődött a Tóvárosi Általános Iskola jubileumi gála műsora. Az intézmény tornaterme zsúfolásig megtelt csütörtökön délután egykori és jelenlegi tanárok, diákok közösen ünnepelték az 50. születésnapot. Szakán Nikolett, a 8. diák osztálytársaival együtt egy különleges műsorszámban elevenítette fel a legemlékezetesebb pillanatokat. Voltunk nyáron egy Vándorviadal nevű versenyen, országos döntő volt, egy hetes, és erről jött az ötlet, hogy akkor mi azt elmeséljük, előadjuk az élményeket képekkel, szöveggel, és akkor így ezt így el fogjuk mondani, és akkor ezt így nagyon vártuk. Habár 1974 óta történtek változások az iskola életében, a mai napig nagy hangsúlyt fektetnek a szabadidő hasznos eltöltésére. Sné Zoltán néigazgató köszöntőjében arról beszélt, hogy mindemellett büszke a sportteljesítményre, a nyelv és a képzőművészeti oktatásra. Több igazgatója volt az iskolának, szám szerint 4. Egyikük itt van velünk, ma itt ünnepel, ma velünk, 2 pedig meglátogattunk. Az nem változott, hogy testnevelés tagozatos azóta is ez az iskola, köznevelési típusú sportiskola, és hát a lelkesedésünk sem változott. Nyilván a kor körülöttünk azért igen. Az ünnepségen részt vett Cserpalkovics András polgármester is, aki elmondta, fontos, hogy megálljunk egy pillanatra, és köszönetet mondjunk mindenkinek, aki szerepet vállalt az intézmény létrehozásában, működtetésében. Több mint 1000 éves városban 50 év az nem tűnik olyan hosszúnak, de hogyha azonban gondolunk egy kicsit bele, hogy ebbe az 5 évtizedben hány de hány tanár dolgozott ki, hány de hány ember segített az ő munkájukat, és hány diák járt ide, akik lehet, hogy adott esetben később felnőttként visszahozták a saját gyermeküket, vagy éppen unokájukat ide, akkor látjuk, hogy bizony ez nagyon-nagyon sok ember. Nagyon sok ember életében volt meghatározó a Tóvárosi Általános Iskola, úgyhogy mit is mondhatnánk, mint Isten éltesse az iskolát, és mindenkinek, akinek köze volt, köze van, vagy köze lesz az iskolához. Sokszínű gála műsort idegennyelvi színdarab, néptáncos és népdalos produkciók színesítették.